Először is megjegyezném, hogy a mai videóban végül 7 csapat fog szerepelni, mivel az egyik szerencsés sehogy sem tudtam elérni, ezért elnézést. A kedvenc sorozatotok újra itt van. A kisorsolt emberek ma olyan tanácsokat fognak kapni, amelyek reményeim szerint azoknak is segítenek, akiknek most nem volt lehetőségük a videóban szerepelni lesznek olcsóbb, drágább kategóriák. Az árérték arányra is figyelünk. A lényeg, hogy a tőlem telhetőt megteszem, hogy nektek segíthessek. Fontos megjegyezni, hogy minden játékost, akit tanácsolok, érdemes megvenni legalább lila rankon, viszont sokszor alaprétingen tekintem meg őket, ez azért van, mert fejlesztés során csak jobb statjai lesznek, viszont drágább rankon drágább picivel az ár is hamarosan elérjük a tízezer feliratkozót, egyszerűen hihetetlen. Viszont még egy kis munka hátra van, ezért még egy utolsó segítséget kérnék, persze csak a szereted a munkásságom. A sok visszajelzés szerencse a csomagokkal a feliratkozóim között magukért beszélnek, szóval ha szeretnél még több ilyen izgalmas pillanatot látni, növelni a saját szerencséteket, iratkozzatok fel a csatornára. Ki tudja, talán a következő csomagban pont neked kedvez a szerencse. Köszönöm a támogatás, rácok, és akkor kezdjünk neki! A csapat egyformán tartalmaz régi és új lapokat, magas a csapat overall, összességében pedig egy stabil csapat van összerakva. A támadó szekciódban az Ultimate Team of the Year figyeld, még használható, de elől majd mindenképpen őt cseréld. A középpályán CM posztokon kell változtatni. Az első tanács lehet picit meglepő lesz, de a 97-es Luis Ferguson egy árértékarányban stabil középpályás, 4x5-ös weakfoot egy középpályásnak tökéletesen megfelel, 95-ös pass dribbling páros, ez kiváló, és mindössze 70 millióért beszerezhető. A másik oldalra a legolcsóbb 98-as középpályást Marcel sabitzer ajánlom. 120 millióért kapunk egy 92-es lövést, 98-as passzolást, 95-ös cselezést. Védekezésben egy picivel gyengébb, de képes helytállni ott is, érdemes a védekezési statokra költeni a skill pontokat. Végül centerback posztra csak egy játékost ajánlok, hogy maradjon egy kis zsetonod. A 97-es Team of the Season ikon Ricardo Carvajó továbbra is megbízható választás, 70 millió alatt is beszerezhető, és gyorsaság, erős fizikai adottságok, stabil védekezés jellemzi. A csapatod játékos szinten szerintem valami elképesztő. 99-es csapat overrating ellenére a csapatépítéssel nagy vonalakban nincsenek gondok. Ennek ellenére próbáljuk meg mégis a gyenge szemeket kiszedni. CDM posztra válts mindenképp Rodrira a 98-as lapja csupán 110 millió, és cserébe egy durván jó védekező játékost kapsz. Mellesleg a tapasztalatok alapján meg in-game is mindig nagyot megy, tehát csupa pozitív érvek vannak mellette. Hátul két pozíción érdemes erősíteni. Leftback posztra igazából upgrade-olt a 97-es euró lapjára, a Star Passnak köszönhetően ő is nagyon-nagyon olcsó. Végül kapus posztra kell egy komolyabb fejlesztés. A 97-es manyán pedig árérték szerintem egy jó választás lesz, és tapasztalataim alapján ki is emelkedik az átlagos kapusokhoz képest. Stabil játékosokkal van kitöltve a keret, van mindenféle lap, ami nem probléma, most gyorsan adok egy-két tanácsot. Hector Bellerin cseréld mi hamarabb helyére egy ART arányban szintén várhetetlen 97-es Oszmán Dembelit tanácsolok, ugye ő 5 per 5-ös rendelkezik, hihetetlenül gyors, jól cselez, de én ajánlom azt is, hogy a kilpontjait a lövésekre nyomd el. A középpályád nem prioritás jelenleg, viszont figyelj el trippiére. Hátul, centerback posztra, Silva helyett a 98-as Virgil van Dijkot ajánlom, leginkább azért, mert ingyen kiszedhető, sokat beszéltem róla az előző csapatfejlesztéses videóban, úgyhogy nem ismétlem magam. Ha viszont őt nem tudnád kiszedni, a 97-es kárvajó tökéletes lesz arra a posztra. A legfontosabb fejlesztésed mindenképp a jobb poszton lesz. A 96-os szlovén Karnicsics egy gyors szélsővédő, szerintem jól jársz velem, igaz, 70 millióba kerül. Negatív tulajdonság nála a fizikum, Skillpontokkal viszont tudod majd nyomni ezeket a jellemzőit, szóval tudod korrigálni a statisztikáit ilyen szempontból. Játékosok szempontjából egy jó csapatról beszélünk valamelyest, van egy-két gyengébb láncszem, szóval kezdjünk bele a cserékbe. Rightfinger poszton Nistello ratingje nagyon alacsony az alap 94-essel, a csere, tehát szükségszerű. A 96-os alap shapeshifter pedig ismét egy nagyon stabil lapot kapott, szintén 5 per 5-ös futtal, nagyon gyors, 98-as lövés, nem is értem, hogy ilyen no -name játékos mindig hogy kap ilyen jó lapot. Jó, persze ez nem igaz, mert egy FIFA mobil legendáról beszélgetünk. Statok alapján a játék szinte legjobb jobb szésője. Ödegárt helyett, mint másnak is, a 97-es Ferguson-t ajánlom, most sem ismétlen magam, jó árérték arány, ennyit mondok. Hogy egy olcsóbb játékost is mondjak, De Bruyne helyett a 96-os Team of the Season rábió egy jó választás lehet. 30 millióért kiemelkedő statokat kapunk, nagyon kiegyensúlyozott játékos, mindent is tud. Támadó középpályás posztra a magyar válogatott kiválóságát, a 97-es Szoboszlai Dominikot ajánlom, Leginkább a 42 milliós árcédulája miatt, mert egyébként egy átlagos támadó játékos, de az ára miatt szerintem teljesen megéri, a 99-es passzolása a legkiemelkedőbb tulajdonsága. Hátul először Junio Mendes cserélt a 97-es Cap őt is már egyszer kielemeztük árértékarányban csupán. 60 millióért teljesen megéri, végül kapus a 96-os friss Európa bajnok Unai Simont ajánlom, mivel 70 millióért egy olcsóbb kategóriás kapusról van szó, aki mellesleg jó statokkal rendelkezik. Az egy kérdés, hogy kapusoknál ez mennyit számít. A játékosokon kívül egy nagyon fontos tanács, hogy rankolj, tréningelj, hoz ki a játékosok statisztikáiból a legtöbbet. Érdekes a csapatod, mivel alapratingen a legnagyobb overratingű játékos, Kujt, ő 97-es, így kiemelkedő egyéniségek nem nagyon vannak, viszont van egy fajta tartása a csapatnak, ha lehet így fogalmazni FC Mobile-ban, és különösen csobotlapja. Nagyon tetszik, örülök, hogy van magyarosítás a csapatodba, de ez nyilván már szubjektív dolog. Mint az előző csapatnál, itt is kiemelném a rankok és fejlesztések fontosságát. A támadó szekcióban módosításokra egyelőre nincs szükség, viszont a középpályán, camposztra, szoboszlai lapját ajánlom neked is mindenképpen, Csobot Kevinnel szépen kialakulhat a magyar vonal. CM poszton mindkét játékosodat ajánlom cserére. Ha lehet, az egyik legyen a 97-es Team of the Season Ferguson, a másik Rábió 96-os lapja, az előző csapatoknál mindkét lapról beszéltem részletesen mivel Mittelstadt 97-es lett, ő is maradjon, de rankód mindenképpen. Viszont Bonucci-t cseréld le az ingyenesen kiszedhető 98-as Firchill van Végül, utolsó fejlesztésként a másik védődet is érdemes cserélni, én ide a 97-es Team of the Season ikon Carvajot ajánlom szintén. Egy formás csapatról beszélünk, melynek megvannak a maga kiemelkedő egyéniségei, sok sztárjátékos, magas overrating lapok, szép munka. Az első tanácsom egy apróság lenne. Ha Pulisic eladható, szerintem Ribery a játék szempontjából sokkal jobban fogja a csapatot erősíteni, ezt tapasztalatból mondom. Ha hátratekintünk, akkor a következő tanácsom ismét hasonló lenne az előzőhöz. Akét a picivel gyengébb statjai miatt cserélném a szintén 97-es Hernándezre, aki hihetetlen gyorsasággal rendelkezik és stabil védekezésben is. Végül pedig Ramos helyére cserélném be a 99-es Blankot, topvédő, a 95-ös futása felé egyes támadójátékosokéval, 103-as Defending, 96-os Fizikum, plusz, ami fontos, hogy 99-es az alap összértékelése, ami azért jó, ami azért jó, mert hosszú időkig a csapatot tagjaként szerepelhet. Ehhez a csapathoz nagyon találna, ha minden játékosod lassanként elérni a piros rang szintet, szóval erre is figyelj oda. Csapat szinten a felépítés megfelelő, a baj, hogy nagy a kontraszt. Van három nagyon top játékos, a legmagasabb ratingekkel, és mellettük régi Team of the Year lapok. Érdekes, de semmi baj, most szépen kiavítjuk a hibákat. Lettinger posztra szerezve egy riverit. Az előző csapatoknál elmondtam, miért lenne jó. A középpályán Rodri helyett szerez be egy fergasont. Tudom, megint ismétlődnek a játékosok, de igyekszem a lehető legjobb opciókat tanácsolni, árérték arány szerint. Támadó középpályás posztra picit nehéz kés a választás, de Virc 98-as lapja meggyőző. 112 millió alaplapon jelenleg, és minden támadó a 90+, plusz és a cselezése szálas. Mellesleg nekem Vircel kellemes élményeim vannak. Örökké jó teljesítményt nyújtott ingén. Hátul nagy változtatások kellenek. Ruben Diaz helyett a 98-as Van kell, ha még ki tudott szedni, reméljük ingém jó teljesítményt fog nyújtani. A változatosság miatt is Delikt helyett mehetne egy 98-as Ultimate Team of the Season Bremer, gyors, képes a labdát is vezetni, de persze a védekező statokon van a hangsúly, amelyek 102 felett vannak. Biztos vagyok benne, hogy egy falat fog képezni a védelemben. Végül a két védő pozíció. Balfelől a szintén már többször emlegetett kapdevíje lesz a megfelelő választás, majd RB posztra egy 97-es kancelót tanácsolok. Ő az a játékos, aki mindent tud, igaz, picit lassabb, de jól passzol, cselez és védekezik is. Ügyelni kell a 83-as fizikumára. A mai epizódba ennyi fért bele sajnos elnézés, hogy ilyen rendhagyóan kellett ezt megoldjuk. Bízom abban, hogy akárkinek tudtam ezzel a videóval segíteni és csapatépítési tanácsokat adni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!